Hello, szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! A mai videóban nem más szeretnék csinálni, mint egy quizt. Kérdésekre szeretnék válaszolni, nem is akármilyen kérdésekre. Ugye a múltkori videóban összehasonlítottam a magyar híroldalt az ausztrál híroldallal. És a magyar híroldalon találtam egy ilyen quiz kérdést, egy 7 kérdést, nem másról, mint a randizásról. Úgyhogy én elindítom a felvevőt a számítógépen, hogy ti is lássátok, miről beszélek, és magamat ide lekicsinyítem valahol alulra, úgyhogy álljunk neki! Tehát elindítottam a felvevőt, ez a quiz nem másról volt, ahogy mondtam, mint az index.hu-t. 7 kérdés a randizásról, tehát itt nem mást írnak, mint mennyit tudsz arról, mi kell a nőknek, és arról, hogy miért szexelünk. Na és mi a helyzet a szerelemmel? Fizünkből kiderül ugye, hogy mennyit tudok erről az egészről. Nem fogom most itt végig elolvasni, de elindítom ezt a quiz, indulhat a quiz, rákattintunk. Indul, féled! Várj, 19 másodpercen van. Buknak-e a nők a társkeresőkön az izmokat mutogató pasikra? Na, nem. Igen, de csak 30 alattiakra, igen, de csak 40 alattiak, na. Igen, de csak 30 alattiakra. Én azt mondom. Na, majd mindjárt kiderül a vége. Figyeled, egy kutatásban megkérdezték a résztvevőktől, hogy miért szexelnek, hányféle indokot tudtak összesen felsorolni. 15, 237, 833, 48. Hány okot? Na várjál, nem tudom. 15-öt. Én azt mondom 15-öt, nem? Menjünk a következőre. Hány agyterületünk bojdul fel, ha szerelmesek vagyunk? Szerintem az összes, mert ha szerelmesek vagyunk, akkor elveszítjük így a fejünket. Én azt mondom, hogy 18, annyi biztos. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de na minden, menjünk a következő kérdésre. Mindjárt egy lejárt, na, menjünk a negyedikre. Menjünk a negyedikre, küldés, na. Ha elmegy. Na miért nem megy? Na, negyedik. Mennyi ideig tart egy átlagos utójáték? Te! 5 perc, na, 15 percig, 10 percig, 5 percig se, 5 percig. Na, hát szerintem ez attól függ, legalábbis én azt mondom. Átlagos, na várjál, egy átlagos, mondjuk azt, hogy 5 percig, nem? Attól függ, hány idejünk van. Menjünk a következőre. Na, most nem számolt vissza, nem tudom, láttad-e vagy nem. Na mindegy, menjünk a következőre. Ezek ilyen érdekes kérdések, bár a nagyon fiatal nézőim lehet, hogy erre nem fognak tudni ugye válaszolni, de majd kiderül. Na, hol az ötödik? Na, menjünk tovább. Na most hogyan kerültünk megint a negyedikre? A nők hány százaléka bánja meg utólag, hogy alkalmi szexbe bonyolódott? 43, 67, 88, 15. Hát, én azt mondom, hogy 43. Menjünk a következőre. Ötödik. Vajon a férfiak vagy a nők jobbak a nem verbális jelzések értelmezésében? Egy kutatásban azt vizsgálták, hogy hang nélkül vetített filmekben kik értelmezték helyesen a jeleneteket. Mi lehetett az eredmény? Fú, te! Na most mi történt? Na, hát erre nem tudtam válaszolni. Na mindegy, menjünk tovább. Nem arról volt szó, hogy 7 volt, vagy csak rosszul mutatta ezt az egészet? Te, mi történt ezzel a weboldallal? Nem tudom, hogy mi történt, de vége van a tesztnek, úgyhogy nézzük, hogy jól válaszoltam-e vagy nem. Buktak-e a nők a társkeresőkön az izmokat mutogató pasikra? Igen, de csak 30%-ára, erre jót, 30 alattiakra, nem százalékára. Erre jól válaszoltam. Ugyanis szerintem minden nő a 30 alatti férfiakat nézi, hogy izmosak. Úgyhogy én már kigyúrhatom magam, engem nem fogtam megnézni, majd nem is vagyok a társkeresőn. Na minden! Aztán, egy kutatásban megkérdezték a részvevőktől, hogy miért szexelnek, hányféle indokot tudtak összesen felsorolni. Na hányat? Azt mondtam 15-öt. 237 indokot, hogy miért szexelnek. Te? Erre rosszul válaszoltam. Na mindegy. Bojdul fel, na nem tudok olvasni, látod? Ha szerelmesek vagyunk, én azt mondtam, azt hiszem, hogy nagyon sok, 18. Nem! 12. Közel voltam, majdnem eltaláltam. Na, köszönjük, hogy kitöltötte. De hol van a többi? Ennyi? Te... Nem tudom, mi történt, de eltűntek a kérdések, vagy a válaszok. Lehet, hogy azért, mert itt lakok ugye Ausztráliában, és
azért nem működött, nem tudom, nem minden. De annyira belejöttem egybe a quizzes kérdésekbe, meg válaszolásba, hogy én úgy döntöttem, hogy folytassuk tovább valami másfajtával. Én közben találtam az interneten, egy magyart kerestem, ilyen quizzes kérdést, és mutatom nektek. Tehát a fejemet megint leviszem ide picibe, és mutatom, hogy mit találtam. Én nem hiszem, hogy ennek köze van mondjuk a szexes dolgokhoz, de jónak hangzik. Úgyhogy kattintsunk erre tovább, és az a lényeg, hogy kapok kérdéseket, és minél gyorsabban kell rájuk válaszolni. Várjál, tovább megyünk, hogyha engedi. Na, 6 egyszerűnek tűnő kérdés, amire biztosan nem tudod a választ. Na, mehet! Hányat viheted fel egy-egy állatfajból Mózes a bárkára? Hát egyet, nem? Nullát! Hányat viheted fel egy-egy állatfajtál? Na mindegy, megyünk tovább. Közben át kellett váltanom az böngészőmet egy másikra, mert lehet, hogy az volt fel a gond, mert ez se akart rendesen működni. Ugye menjünk tovább. Ha egy futóversenyen megelőzöd a másodikat, hányadik helyen végzel? Az elsőn, nem? Hogyha megelőzzem a másodikat, az első... Nem, a második! Te! Mit mondtam? Menjünk tovább. Hogyan írjuk helyesen az USA fővárosának nevét? New York, mindkettő helytelen, mert nem New York, ugye USA-nak a fővárosa. Jól választottam. Menjünk tovább. A kakas a háztető csúcsán áll. Melyik irányba gurul a tojás, amit tojik? Lefelé, semerre, jobbra. A kakas a háztető csúcsán áll. Semerre. Mert a kakas az nem a kakas, az nem a tyúk. Semerre. A kakas nem tud tojni tojást. Van 3 tablettád, amiből fél óránként egyet kell bevenned. Mennyi idő alatt fogy el a gyógyszer? Van 3 tablettám, amiből fél óránként egyet kell bevennem. Fél órába. Mennyi alatt fogy el? Másfél, egy óra, fél óra. Ez ilyen becsapós megint, na várjál. Másfél? Nem, egy óra. Te! Na minden, menjünk tovább. Van 8 égő gyertyád, amiből 3-at eloltasz. Hány gyertyád maradt? A gyertyám ugyanúgy megmarad a 8. Figyeled? Na. Ugyanúgy megmarad a 8. Még mindig tölti, nem? Mert a többi az ugyanúgy ég. Tehát hiába fújom el, attól még megmarad. Na most mi történik? Te, ez a quizzes játék nekem nem nagyon megy. Én azt hiszem, hogy ezek a weboldalak 3. Miért? Van 8 égő gyertyád, amiből a 3-at eloltasz. Hány gyertyád marad? Van 8 égő gyertyám. Te! Megyünk tovább. Na, gratulálunk, 2-6-ból eltaláltam, egy zseni vagyok. Na mindegy, úgyhogy legalább ezt is megpróbáltam, hogy mi történik, vagy mi nem történik. Ezek a fizes weboldalak úgy néz ki, hogy nálam nem nagyon működnek. Lehet, hogy egy másik fajta böngészőt kell majd megpróbálnom. Mára ennyit, remélem, hogy tetszett ez a rövid quizzes játék. Ha gondoljátok, írjátok meg ide a videó alá, vagy e-mailbe, hogy ha tudtok valami hasonlót, ilyen quizzes dolgokat, vagy érdekes ugye oldalakat, hogy miket nézhetnék meg. És hogyha tetszett, ide írjátok meg. Meg azt is, hogyha nem tetszett. Na mindegy, már ennyit, mindenkinek további szép napot. Sziasztok!